Közhangulatmérgezés és szándékos félrevezetési kísérlet folyik Algyűn, egy jól körülhatárolható gazdasági lobbicsoport által a betelepülni kívánó vegyi üzem érdekében, fogalmazott Pongrácz Tamás, a helyi Fidesz frakció vezetője, aki a Pénz beszél címmel tartott ma újabb sajtótájékoztatót a témában. A politikus Ormai Tamás személyében megnevezte azt is, hogy vélhetően kinek lehet alapvető érdeke az, hogy mindenáron a most kijelölt területen jöjjön létre a veszélyes anyaggal dolgozó vállalkozás. Megosztja Algyűt a betelepülni kívánó vegyi üzem. Amíg a tiltakozók az ellenérvek sokaságát, a cég tevékenységének veszélyességét hangoztatják, addig a pártolók egy újabb röplapot juttattak el a lakossághoz a beruházás megvalósulása érdekében. A szórólapon azok az algyői cégek szerepelnek, akik támogatják a görög tulajdonú vegyi üzem letelepedését a település közvetlen közelében az ökoiskolától alig egy kilométerre. A Fidesz frakció vezetője Pongrácz Tamás szerint Algyő polgármestere egy agitációs roadshow-t folytat. A Juraipari Park bérlőinek listája fel van sorolva. Én nehezen gondolom egyébként azt, hogy minden cég vezetője, tulajdonosa tisztában lenne egészen azzal, hogy mihez használják fel a cégeknek a nevét. Nem hiszem, hogy bármelyikük hozzájárulást adta volna ahhoz, hogy név nélküli, impresszum nélküli szórólapokon valótlanságot állítva próbáljanak egy helyi népszavazásnak az eredményére ráhatással lenni, manipulálva azt. Tisztázatlan, hogy kinek lehet az érdeke, hogy minden áron ezen a területen épüljön meg az üzem, és még az algyői Jura Ipari Park vállalkozásait is rábírja arra, hogy beleszóljanak egy helyi település belügyeibe, egy népszavazásba. Kinek a gazdasági érdeke lehet az, hogy a településnek az élhetőségét, akár az egészségünket kockára téve, ez profitra váltsa. Én azt gondolom, hogy az a föltételezés, vélelmezés praktikus lehet részünkről, hogy a telek tulajdonosa, Ormai Tamás úr állhat e mögött. A telek tulajdonosának komoly üzleti érdeke áll az egész ügy mögött, hangoztatta Pongrácz Tamás, aki szerint a telek több százmilliós vételára mellett hosszú távú gazdasági és üzleti érdekek is motiválják az ingatlan tulajdonost. Kezd ráadásul kirajzolódni egy olyan gazdasági és vállalkozói érdekközösség, amelynek úgy tűnik a polgármester is szekértolója, véli a Fidesz frakció vezetője, aki szerint a helyieknek végig kell gondolniuk, hogy személy szerint nekik és családjuknak milyen tényleges haszonnal jár, ha ide települ a vegyi üzem. A leendő üzem kapcsán egy összhangra és egy kompromisszumra volna szükség a lakosság, a kormány, az önkormányzat és a helyi vállalkozások között. Ez azonban eddig nem valósult meg, tette hozzá Pongrácz Tamás. Úgy tűnik, az ügyre talán csak a népszavazás tesz majd pontot.